Üdvözöllek! Bár a Windowsban számológép már eléggé régóta fellelhető, illetve tulajdonképpen ez többet is tud, mint ami esetleg első ránézésre sejthető. Mint látható, itt vannak különféle nézetek kapásból, meg hát itt vannak egyéb dolgok. De azért jól jöhet egy olyan számológép, amely nem is az, hogy többet tud, hanem használható, vagy esetleg később is el tudjuk érni a különféle számításainkat, illetve azok eredményét, meg hát egyéb okos funkciókkal is rendelkezik. Nyilván ez persze azoknak lehet inkább érdekes, akik egy picit többet számolgatnak, de igazából úgy gondolom, hogy bárkinek a számítógépén elfér egy néhány megabájtos program, hogy szükség esetén elő tudja rántani. Tulajdonképpen ilyen ingyenes számológép elég sokféle fellelhető az interneten, most ebből egy párat néznénk meg. Van ez a SpeedCrunch nevezetű, ezen az oldalon érhető el. Hát van ennek a telepítős, meg van a hordozható változata Windowsra. Ezt csak le kell tölteni és ki kell tömöríteni. Hát mindenki azt, amelyik szimpatikus, azt töltsd le. Nekem ez már tulajdonképpen le van töltve. Ha elindítjuk, akkor egy ilyen eléggé puritán felületet kapunk. Ugyanakkor, ha itt elkezdünk valamit gépelni, akkor látható, hogy itt alul tudjuk begépelni a különféle dolgainkat, és az eredményt ezt rögtön ki is írta, csak most az eltűnt, de hogyha nyomunk egy Enter-t, akkor az eredmény az itt megjelenik. Ez itt így kompletten kimásolható, tehát ez tulajdonképpen egy szimpla szöveg. Látható, az eredményt kiírja. Ráadásul úgy, hogy amikor gépelünk, már akkor rögtön módosítja. Ez nem egy rossz funkció, az Enterrel pedig ezt nyugtázhatjuk, és akkor itt szépen megjelenik sorban. Viszont ha most ezt bezárom, és elindítom újra, akkor is itt megjelennek ezek a számítások, ezeket később elérjük. Ha kattintunk a szerkesztés menüpontra, előzmények törlése, ahogy a Ctrl-N, akkor ezek itt eltűnnek. Illetve itt a nézetben látható van a formulabook, állandók, függvények, változók, előzmények, állapotsor, és akkor így azért egy összetettebb felületet kapunk ebben a programban, már az, akinek erre szüksége van. Egy fontos beállítás van itt szerintem a tulajdonságokban, illetve tulajdonképpen van itt több is, de talán a legérdekesebb, hogy automatikusan másolja az eredményt a vágólapra. Ez azt jelenti, ha most itt kiszámoltatunk vele valamit, akkor ezt az eredményt, ezt rögtön ki is másolta, meg is tudom mutatni. Hát most itt van egy szabad felület, ide beillesztem. Látható, tényleg kimásolta. Illetve itt a beállítások tulajdonságokban van ez a mindig felül. Ez akkor jó, hogyha nekünk mindig kéznél kell, hogy ez legyen. És én itt a nézetben ezeket ki is kapcsolgatom most. A menüsor az maradjon, de amúgy azt is el lehet tüntetni, Ctrl-M-mel vissza lehet hozni, amint ezt itt írja is. És akkor ezt így össze lehet rakni kicsibe. És mivel be van kapcsolva az a lehetőség, hogy mindig felül legyen, ezért jelenleg minden felett lebeg. Aztán van ez a kicsinyítés a tálcára, ezzel lekerül a tálcára, ez sem egy haszontalan dolog, így mindig kéznél van. Most akkor ezt itt kiveszem, és visszaállítom teljes képernyőre. Hát ez így működik itt a munkamenetben, van ez az export, meg importálás, ezeket is célszerű megnézni. Magát a munkamenetet is el lehet menteni az aktuális számításokkal. Aztán másolás, utolsó eredmény másolása, és hát vannak itt még egyéb dolgok, de most ezekben nem akarok annyira belemenni, mert úgy gondolom a nagy többség inkább csak ilyen szimpla számolásokra használja, amelyek ilyen hasznos funkciókkal segítve vannak ebben a programban. Aztán a következő, az itt érhető el. Ez tulajdonképpen már inkább egy matematikai program, ám ettől függetlenül ez szimpla hétköznapi számításokhoz is elég jól használható. Hasonlóképpen az előzőhöz itt is kimásolható egyrészt a számítás, meg hogyha ezt bezárjuk és elindítjuk újra, akkor itt szintén megjelenik. De hát látható, itt vannak függvények és még egyebek is, szóval ezzel is lehet tenni egy próbát. Meg hát itt vannak még egyéb ilyen ingyenes számológépek. Látható, hogy ez például, ezeket a címeket majd persze mellékelem a videóhoz. Látható, hogy ez például
rendelkezik ezzel a billentyű felülettel is. Ezt nem töltöttem le, de letöltheted és kipróbálhatod. Aztán itt van egy másik, ennek a címét is mellékelem látható, ez is ilyen klasszikus számológép, ugyanakkor extrákkal kiegészítve. Illetve van a Microsoftnak is egy kifejezetten a Word-höz és a OneNote-hoz készült számológépe, ami beépül a Word-be, illetve a OneNote-ba. De hogyha rákeresel, akkor találni fogsz egyébként egy csomófélet, sőt, hát tulajdonképpen itt vannak ilyen online számológépek is, amelyek nyilván akkor tudnak hasznosak lenni, hogyha vagy nem akarsz letölteni semmit, és valamiért nem érsz el a gépeden számológépet, illetve letölteni, vagy telepíteni, vagy idegen programokat elindítani nem tudsz. De tulajdonképpen ezek között lehet találni egészen professzionális számológépeket is, hasonlóan a hagyományos programokhoz.